Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra érkezett a The Beast Inside-nak a folytatása, és minden bizonnyal ez már az utolsó rész lesz. Úgyhogy, hát igen, vágjunk is bele. Sorry a fejemért, úgyhogy ez most így marad. Hát takarítás után kb. Így nézek ki. Úgyhogy menjünk és vágjuk bele magunkat ebben a csodálatos játékba. Úgyhogy. Na. Csodálatos fejek megérkeztek eme csodálatos tájra. Betakarom magam, mert esküszöm, megéreztem a telet. Bevackolom magamat. Mint egy medve. Mert úgy fázok, gyerekek, mint a kutya a góri alatt, úgyhogy... Igen. Jó! Megigazítjuk eme csodálatos széket. Bejebb... Emeljük a testünket, mert a... Kicsit hátrébb, mert... Ha. Ezzel hoztam magamnak egy kis tejet, mert természetesen a hideg tej az jót tesz arra, hogy ne fázzak. Értitek. De mindegy, erre voltam szomjas. Szóval... Continue. Szóval... Már arra sem emlékszem egyébként, hogy mi történt az előző részben. Úgyhogy... Lehet, hogy fel kellett volna eleveníteni az emlékeket. Na mindegy. Megvan! Most erről teszem be erről a képről, hogy emlékeim, ha emlékeim nem csalnak, akkor behusintottak minket Szamara kislány odujába, ahonnan kijöttünk, mert levágtuk a levágott fejű sheriffnek a kezét, és úgy kis tudtunk szabadulni. Úgyhogy most vissza akarunk menni a házba. Azt hiszem. Úgyhogy voltak itt bajok, és megküzdöttünk Han Solo-val és a jégvarázs keverékével az előző epizódban. Úgyhogy az csodálatos volt, azt kell mondjam. Wow. Hey. Na, betöltött. Jó? Oké. És ott voltunk lent Szamara kislánynál. Azt hiszem, itt szét is néztünk, de nem vagyok benne teljesen biztos, úgyhogy most még szétkukkolunk egy kicsit. És csak szólok. Ne jegyetek meg, mert a következő... Állj! Miatt még itt kimennék, mert tudta, itt kéne kimenni. Vagy nem. Akartam mondani, hogy nem, mert itt erről egy ilyen bokor, úgyhogy ez a bokornál kell. Tiszta vér vagyok. Na mindegy. Akartam, ja igen, hogy. Ne féljetek, mert a következő horror játékot is beszereztem, természetesen. Úgyhogy... Széjjel nézünk. Úgyhogy ne aggódjatok. Semmiképpen sem. Ez mi? Be fogok tojni. Hú. Félek. Nem lehet közelebb menni. Na! Uh-oh! Houston! Hát, bevagoltattam itt a gyereket. Gyerünk! Ezek a hangok kikészítenek. Ráadásul nem vettem le a hangerőt. Jó, fejebb is vettem. Ha!
Na mindegy. Úgyhogy természetesen azt a játékot magyar felirattal fogjuk végigjátszani, félig végig csörgetni. És higgyétek el, az is lesz olyan szép, mint ez. Sőt, hanem szebb. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy... Arra, vagy arra. Van egy sejtésem, hogy nem szabad... Emma elegyedül van otthon, és haza kéne suhanni. Hát én a veszélyesebb útot választom. Jézus Mária, Szent József! Amúgy detóra nem erre kellett volna jönni, mi? Ó. De mi van itt? Milyen sötét. Ó, nem Isten. Hát be fogok tojni. Na. Csak azért, hogy felzítsem ezt, mert fosok. Ehem. Azt mondom, keresztül megyek itt mindenen. Azt akkor mi van? Mi a víz? Mi van a kó? Belement a szemembe egy farunk. Na most... nem is jártam még. Mekkora jó már? Úr király, ez lehetett volna a saját kis bunkerem. Ó, oh. Ha nem mondjad már, hogy ez nem menő. Oh. Oh. Elbújtam. És akkor most mi van? És akkor tudok itt kimenni? Hát esküszöm, pisilni kell. Na, fuss már, vagy tudom, hogy húszol, de fuss. Kuss és kusz. Ó, az ott kell, az kell nekem. Na. Ó. Hú, de rossz. Itt hallom, hogy itt ilyen suhogások vannak. Az olyan, mintha a csávónak a léptei mögöttem valaki még lenne, érted? Ja, Istenem, tudtam, hogy erre kell jönni. Ja, Isten. Ó, tölt a játék! Jaj, de jó, ú, akartam is kérni, hogy halljak már meg. Régen nem haltam meg. Régen nem... Régen nem kaptam szívinfarktust. Hm. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. Na, az ez a log. Mit csinál össze? Itt a ház! Éj! Emma! Jövök! Ó, oh, de... Ezek a hangok... Te miért kell nekünk ide költözni? Emma! Where is she? Ne csináld ezt velem, Emma! Emma, beidegülök. Talk to Emma. Emma, az Isten áldjon széjjel. Idegesítsél fel. Csapjalak meg, Emma!
here again. This time, what happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Azt hiszem, hogy haj egy kicsit idegen állapotba jött. Hát igen. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up. Okay, szóval... A történet lényege, hogy... Ugye az a... Emberünk visszajött, és ugye még tovább ólálkodik itt. Valahol. Meg kéne találnunk ugye a sheriffnek ugye az autóját, mint láthatjuk. Magától fut a karakter. Nem nyomom, nem nyomom! Figyelj csak, az a dupla B-t. Oké. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Where did he get that from? An uncle from the KGB? What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Na nézzük csak ezt a cukiságot. Na nézd, aha. Tehát a Hyde család, aki eddig ugye láthattunk, mit tudom én, ők megváltoztatták a... A nevüket. Jacob Hyde ugye megölte John Nortont. Igen, és szerint, ugye tehát a rendőrség szerint is. Ahhoz, hogy elkerüljék ezeket a dolgokat, Hyde nevet ugye megváltoztatták. Mire? Igen, megváltoztatták ugye a nevüket, hogy elkerüljék a vádat. Ez fosza. Jó van. Hát. És ez ugye mi, a mi családunk. Ráadásul. Tehát, hogy arról van szó. Hű. Jó van. Jól van, Jesus, gyere le.
Na, hello. És akkor most? Nem néztünk át mindent itt, gondolom. Mert hogy... Ez már... Where did he get that from? An uncle from the KGB? Igen, mert ilyen... Lenin... A sheriff az is egy ruszki kém. Úgyhogy semmi. Jó hangzik. Aha. Állj. Na most várjál, hello. A sheriff kocsiában volt ez, ugye? Ez a feljegyzés arról. És ezért ölt... Esküszöm. Tehát valaki megölte a sheriffet, és tuti mi volt. Tehát a csávó az be van kattanva, és tuti nem emlékszik arra, hogy mi van. A maga a sheriff autójában az a... Lófitty. Nikolász. Aha. Mentális. Jó, hát itt ezért ezek kemény dolgok vannak itt, ugye a naplójából ilyen... Tehát itt a... Faterról van szó. Hűha. Te. Tehát Nikolász... Ugye mi vagyunk Edem, ugye? És akkor Fater, az nem Nikolász. Annak a nagy Fater az Jacob. És megölte egy John Nortont. Nevet változtatott a család, mert hogy... Kaptunk volna a szánkra rendesen. Legalábbis nagy Faterusz. És... Vagy ők Faterusz, mindegy. És most a sheriff az is egy ruszki kém, vagy én nem tudom, mert le vagyunk ruszki kémekkel. És most itt ez a házban, itt el van rejtve minden. Na nézzük, jó! Még egy titok. Oké. Azt mondja... Ajtó a pokolba. Ez a festmény. Oké. Okay. Ne, már... Oké. Okay. Nem látszik, kell egy kis fényre. Ó, 1864 AD. Oké, okay. Szeretjük a titkokat. És akkor vele mit kell csinálni? Valamit a kezébe kell rakni, de mit? És akkor kinyílik rajta a pokol. De felmutat. Ha te vagyunk Jézusokkel, Jézusom! Jézus. Nagyon szeretjük ezt a Jézust. Jó van. Na szóval, mi volt? 1864 AD. Oké. Okay. 1864 AD, és akkor... A... Ja. A.
azon tudom forgatni. Aha. Bingo. That was well thought out. Perfecto. Oké. Okay. Oh, Szent Alma. Ezt kell a kezébe, tuti. Hagyjuk már, azt eddig nem vettük ezt észre. Jó. Milyen házat vettem, én eddig nem vettük ezt az alaprajzon? Na mindegy. Oké. Okay. Hol az Isten? Ha nem igaz, hogy ezt nem vettük észre, hogy itt van egy ablak is. Azt kintről nem néztük meg, hogy milyen házat veszünk, vagy kapunk. Mater. Ó, a fiatal Nikolásznak a naplója. Azt mondja, ide volt, Isten, a Nikolász ugye ide volt bezárva a sötét szobába. Az apja zárta be. Egyedül. De... soha nem említ, hogy van itt egy másik fiú. Úgy van, azt írja, hogy van egy másik fiú. De nem mondja azt, hogy nem írja le soha a nevét, hogy ki az. Hát szerintem bekattant a francba. Father, mother, son, death. Son, death. Apa, anya halott. Apa, anya, fia halott. Jó lesz. Azt mondja... azt mondja, lukon keresztül láttuk, az a falon lévő lukon keresztül láttuk, hogy a apja mit tett azzal a nővel. Hát. Mindenkinek van ugye két arca, az egyik arc, az ő mindig ilyen, na, a bestia, az a gonosz, a bízta. Értitek? Ott a Maria! Maria! Gyere velem, Mari. Maradj. Naplinyó! Most mi történt? Valaki kopog! Mari! Mari, ideg állapotba jövök, Mari! Gyere le! Someone's at the door. De te ne dobd le a Marit! Hát az megvéd! Valami baj lesz. Jaj! Baj lesz. Jó van, Mari? Nem tetsz róla. Na most akkor most... az jó rövid volt a 9-től 10-ig. Jó van. Maria, Maria. Santa Maria. Ám légyen. My father! Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Okay, ez elég kemény. What the hell? Ember! Ember a vízben!
Okay, Maria, okay. What secret of the hides? What did we hide? We creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Na. Okay. Na. Hát tépjed már le. Ha mi vagyok én? Ó. Maria. Maria háza. Aj, nekem. Kellett nekem belerángatni a testemet. Ó, de jó. Ó, Szent Maria, oké. Ó, de most miért ilyen lápos, mindenes láp? Slap. Ó, de jó, alig várom. Ugye slap. Ha most mi volt ez? Láttátok? Most menjek bele a láplábba. Push! Majdnem megfulladtam a slápslábba. Arra kell menni, tud ide, én most erre megyek. Már csak azért is, mert ilyen lázadó személyiség vagyok. De mi... valami volt a lábba. Láttam. A vízbe. Nem lehet visszamenni? Persze, hát... ez teljesen normális. Mifelénk is ilyen óriás békák vannak. It's happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Oh, megint jön valami tuti. Valami már megint le fogja tépni az arcom. De durván. Ó. Ó, de jó lesz már, várom. Ó, tudja a játék azért ad ilyen soksz. Pú, te. Na. Tere, hát... most... azon lukom. Hát de kövér a karakter, hát nem tudok ki menni. Hello. Hello, Maria. It looks like there's something in the water. Something big. I should stay away. Bitch, please. Arról nem volt, hogy a Loch Ness-szel is meg kellett küzdenem. Azt akkor most mit csináljak? Azt akkor... itt nincs itt egy kő. Azt akkor hogy megyek át? Na most várjál, ez így nem jó. Ezt hogy kell itt átmenni? Ez itt folyton itt van. Ezt egyből visszafordul, hát ezt nem lehet megcsinálni így. Ha most megyek bele, úgyis felém jön, meghalok. Ha... most megyek bele, visszafordul és meghalok. Ha...
Á, nem. Nem jó. Ez itt így nem jó. Jó van. Köszönöm a játék. Akartam is kérni, hogy halljak bele. Már megint. Jó van. Na, tesz egy kört. Fuss! Fuss! Ah. Ha ha ha! Itt kettő is van. De jó. Fuss kérlek! Mint a szél. Meg mi a tevenyereg? Jó van, hát ez ilyen... csodálat. Push! Oké, és akkor most mi van? Ó, várjál! Aha. Ó, mamma mia! Oké. És akkor most? Fuss kérlek, fuss, 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 fuss. A hangját, azt hallja azt rendesen. Ez a nő is milyen szép helyen lakik, esküszöm. Levisz az életről. Komolyan! Tajon van ilyen genyó? Nincs. De úgy hallom, látom, még érzem, hogy fingszag az van, úgyhogy... azzal csak csinyán kell bánni a muster. Jó. Hallod? Nénye! Hol egy kő? Hol egy kő, hogy csapjam neki? Nincs itt semmit, hozzá tudok vágni. Persze, hogy nincs. Jó van akkor? Hát ez elment. Jaj, de... ne idegesítsél föl. Majdnem letéptem az arcom. Ó! Oh. Nem sok gombász van itt. Hű!
Hát én ezt nem is akarom látni. Ó, Isten, már ment a játék, jó van. Ó, jó lesz, jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Akartam is kérni, hogy... Plösh, mert nem kaptam még eléggé szívinfarktust. Van ott egy kis izé. Ah, nincs benne semmi. Megnéztem. Mert ki tudja, hogy mi kéne. Értitek? Belefutok itt az öreg nénye bőrzekéjébe. Éves Istenem. Amúgy a játék az zseniális szerintem, tehát... Olyan sok minden van benne, meg a sztori az, az... Most már kezd kiraj... Kezd kirajzolódni, de... Hogy hol vagyunk, hát... Azt meg nem mondom. Ja, nem lehet átmenni itt ezen a... De jó. Hú. Ment a játék, akartam is kérni, hogy... A tuti át kell menni. Itt tuti van valami. Ja, Istenem! Pá! Meghaltam majdnem a szívem. Oh. Na várjátok, biztos nem, hogy itt fintek? Várjátok. Nem mondj már nekem, itt nem tud lemenni a bozóton keresztül, vagy a kövön oda. Jó, van akkor. Ja, így ilyen irreális dolgok vannak benne, hogy... Jó van, akkor öljél meg, nem érdekelsz engem, nem látod, hogy most nem érek rá? Na, csihadjál le. Oké. Tuti, hogy... Hát, hogy arra kell menni, de én most erre akarok menni. Menjél! Ne álljál meg. Helyes. És vannak dolgok ott lent. Ez érdekes. Oh, ment a játék. Itt lesz valami. Tudni nem erre kell jönni. Én vagyok ilyen retardált. Vagy erre kell? Ó, most már mindegy, most már szívtam. Ó, persze, arra is megnézhettem volna, mi van. Na, most már mindegy, jó. Mennyi? Ne köhécseljé! Azt mi ez? Mondja már meg nekem valami. Ki? Hogy... Vagy gyorsan megnyomtam az eszkert, hogy nem lehetett elmenteni. Azt... Tá! Hű, a szívem. Vissza kellett volna menni ott szétnézni, most már mindegy.
Ó, de jó. Ne! Halló, hát... Ja. Mennyi? Ne legyél már meg, ha nem látod, hogy nem érek rá! Várjál, már rossz fele megyek! Jó van! Jaj, rossz felé mentem, várjál már! Hello! Látok, lemosódik rólam a vér. Kettő is van, vágod? Jó van, hát... Ne... Bánts... Mamma mia... Ez meg mi ez? Hát ezt nekem nem mondta senki. Hallod? Nagyon jó ez a játék. Esküszöm. Ja, Istenem! Várjátok! Majdnem meghaltam a szívinfarktusomba. Oké, megyek. Hú. Ment a játék. Felkészülünk. Marira. Combosékra. Now I can lower the bridge. Te ugolj már föl! Na. Látszik, nem vagyok egy Super Mario. Ó. Attól távol állok. Azt most ide hogy föl? Ezt most... Most szivatsz. Értem. Nem is kell volna fölmenni. Atya úristen. Hé! Haló! Ó, várj! Állj meg! Álljál már meg! Állj! Oh. De jó van. Megint jó helyre érkeztünk. Úristen.
mindenhol is. Mari! Hol laksz? Esküszöm, hát nem hiszlek el. Itt a lápokba kell ennek... ennek a nőnek laknia. Ment a... De most miért ugrasz oda? Na várjál. Ezt hova kéne menni? Ne bántsá! Ne bántsá! Ez is, de miért akarsz te mindig bántani? Na jó. Arra kell menni, mi? Fény felé, jó van. Te is ilyen fényhívő vagy. Ne bánts! Ne bánts! Futok! Ne bánts! Ó, de jó, akartam is kérni, hogy please! Szakadjon rám az Atya Úristen és mi minden jósága! Atya Úristen Jézusom, jól van? Jaj, Mari! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Ez lefélek tét a lábad! Milyen buli van itt, hallod? Meg se hívtak. Jaj, Mari! Nem látom, hogy merre megyek, csak megyek. Egy full véletlen pontjó felé megyek. Ez még mi az Isten? Na? Ki jön a gáton? Csak szólok. Hogy én? Mi volt ez? Nem megyek többet vízbe, meg se fürdök. Még itthon se. Fasság. Fürdj annak, akinek két anyja van. Kizárásos alapon erre kell menni. Nem fogok fű... Nem fogok fürdeni. Fürödjön, aki akar. Én többet nem fürdök. Fasság a fürdés. Én azt mondom. A fürdés a gyengéknek való. A kosz egy idő után csak lepereg. Te! Ott! Matyi! Hát nem teszt velem, mert... megőrülök. Mátyás! Ezért tanítottunk anyáddal, Ideginfarktusba kerüljek, Matyi! Azt hittem, hogy ráfutok, azt eltűnik! Nem számítottam, hogy berobban az oldalamba valami. Jóvá! Jobb vagy bal.
édes Istenem, a szívem. Jó van, megyek jobbra. Nem lehet erre fölmenni? Persze, hogy nem. Mindent szét kell nézni, mert sose tudod. Azt a... Hát itt kicsit valaki ideges, úgy látom. Hallom. Someone nailed Maria's dog here to scare her? I just hope she herself is alive. Hát igen. Na. Ó, azt nem vesszük be. Inkább elmegyünk az erdőbe. Azt nézd, már el lehet menni az erdőbe. Akkor viszlát. Valami nem lehet menni. Mindig azt tanultam, ha egy nő sír, hajdott, ne foglalkozz vele, mert a nőkkel csak a baj van. Sírnak, meg letépik az arcodat. Ó, jó, Istenem. Ó, megint egy óriási ház. Hát akartam is kérni, hogy... Légy, legyen már megint egy, mert... Már olyan rég volt. Amúgy. Azt... Már... Régen voltam bezárva egy ilyen nagy házba. Olyan ritkán játszik olyan játék, ami a házban történik, nem? No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Oho. Hát menjen be oda, akinek három anyja van. Hagyja már békén a fassággal. Ó, hát ezt magammal viszem. Nem lehet. Hát akkor én nem megyek sehova. Nem is ki. Most ami szobor. Magunkkal lehet itt vinni. Semmit nem lehet felszedni, nem már. Hello? Csokkolom. Ó, akartam is kérni egy... Rég volt ekkora ház, ugyebár? No, hát... egész felhattunk, és úgy tűnik, hogy még mindig van a Beast Inside-ból egy résznyi. Mert még mindig nincs itt a vége. Úgyhogy szerintem itt legyen vége ennek az epizódnak, és akkor szerintem... Tévedtem, de akkor szerintem a következő rész legyen az, ami a befejezés. Az következő héten várható, úgyhogy találkozunk is legközelebb.
Úgyhogy remélem tetszett nektek, ha igen, akkor ne féljetek nyomni rá egy lájkot, illetve természetesen, hogyha még nem vagytok feliratkozva, és még szeretnétek hasonlókat látni, és tetszik, amit itt művelek, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára, és ugye ahhoz, hogy kapjatok értesítést a YouTube-tól, mindenképpen meg kell nyomni a kis csengőgombot, anélkül nem küld nektek a YouTube értesítést arról, hogy bármi ilyen videó felkerült a csatornára, vagy bármit feltöltöttem én. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Hát ez a rész szerintem bőven izgalmakban gazdag volt, úgyhogy a következő rész szerintem szintén olyan lesz. Úgyhogy már a végkifejletnél vagyunk, úgyhogy igen. Úgyhogy, wow. Köszönöm, itt voltatok. Sziasztok!